A 90-es években, majd az ezredfordulót követően a járványügyi adatok változásai arra hívták fel a figyelmet, hogy újra megjelentek olyan fertőző betegségek, amelyekről korábban azt hitték, hogy megszűnőben vannak. A világon végig söprő liberalizáció a fertőző betegségek szempontjából rosszul értelmezett emberi szabadságjogok kedveznek az intim szférához kapcsolódó, nemi érintkezéssel átadható fertőzéseknek. A Magyar STD Társaság megalapulásától kezdve azzal a célkitűzéssel szervezi meg az éves tudományos üléseit, hogy a szexuális érintkezéssel közvetített fertőzésekkel kapcsolatos legfrissebb ismereteket a különböző szakterületeken dolgozó orvosok számára közvetítse. A szexuális érintkezéssel közvetített fertőzések nem csak a nemi gyógyászat területét érintik, hanem miután ez egy interdisziplináris terület, ebben a szülészet, nőgyógyászat, urológia, labor, háttér, és tulajdonképpen nyugodtan mondhatom azt, hogy a medicina minden területén dolgozó, betegekkel foglalkozó orvosokat előbb-utóbb valamilyen szinten a probléma érinteni fogja. A nyíregyházi tudományos ülésen az orvosok mellett a szakdolgozók is részt vettek. A szifilisz hazai újbóli megjelenése a 90-es évek közepére tehető. Az okok között a gyakori partnerváltás mellett a migrációt és a prostitúciót emelik ki a szakemberek. A fertőzések szempontjából különösen veszélyeztetett Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. 2000-től 2010-ig az elmúlt 10 évben mind a szifilisz, mint a gonoreának a száma nagy mértékben növekedett. Most több gonoreás esetet jelentettünk, mint a tavalyi évben, viszont szerencsére a szifiliszes esetek száma kevesebb volt. Ilyen 60-80 esetet szoktunk egy évben diagnosztizálni a gonoreából, és 10-12 szifiliszből. Az a probléma, hogy a HIV is felütötte már a fejét, 7 beteget gondozunk, őknek a fertőzése régebbi időszakra tehető vissza, és hál' Istennek az antivirális kezelés hatására már ezek a betegek is hosszabb életűek lehetnek. A konferencián szó volt azokról az egészségügyi szűrőprogramokról is, amelyek segíthetik az időben történő diagnózist, amelynek során jó eséllyel gyógyíthatók ezek a fertőző betegségek.